a hit, a remény, az öröm, és végül a téli szünet előtti utolsó tanítási napon a szeretet gyertyájának fénye is kigyúlt az iskolai koszorún, a szeretetteljes karácsonyvárásban. Az alsó tagozatosok a negyedikesek műsorával hangolódtak az ünnepre. Azt hiszem, holnap reggelre biztosan lefagy a kezem. Felhőből puha pihenet, elkért az vajderet. Horcsizma, sapi, nagy kabács, és élvezzük a téldallamát. Suttoghat fülünkből szél, nem baj, hozzáig kísér. A december a gyerekeket megszólalja, azért is, mert titkokat, meglepetéseket tartanak. Az egész hónapra rányomja a végét a változás. Gyújtjuk meg az adventi koszon az első gyertyát. December 24-e nap az adventi időszak vége. Szentestét körülöttünk minden elcsendesedik. Megáll a munka, az autóbuszok, autók pihenőhelyekre térnek. Csendesül a városok forgalma. Otthon gyertyát gyújtunk családunk körében. Én vagyok a béke gyertyája, de sajnos az emberek nem képesek életben tartani. Azt hiszem, el fogok aludni. Néhány pillanat múlva dönt és villámlás támad, és már csak egy füstölgő kanóc emlékeztetett az előbb egy kislábaló lányra. A második azt mondta. Én vagyok a híd gyertyája. Sajnos az emberek nagy része fölöslegesnek tart. Nincs értelme tovább lépnem. A következő pillanatban egy sóhaj fúvlata hallatszott, ami kioltotta a lángot. Szomorúan így szólt a gyertya. Én a szeretet gyertyája vagyok. Nincs már erőm tovább élni. Az emberek nem törődnek már rám, és amikor rájönnek, hogy szükségük lenne rám, akkor már mindig késő. Fellobbant nagy elaludt. Sok időt állt el, csak a negyedik gyertya fényel égett rendületelő. Ajtó nyílott, egy ember lépett be a terembe. Jó helyen jár... Csendben szólt. Jó helyen járok itt? Itt találom a béke, a hit és a szeretet fényét. Megláttam a három kialudt gyertyát és felkiáltott. Hát mi történt veletek? Hiszen nektek égnetek kéne mindörökké. Elkeseredésében sírva fakadt. Ekkor megszólalt a negyedik gyertya. Ne félj, gyermes! Amíg nekem van lángom, újra meg újra megnyújtom a többi gyertyát. Nyújtsd a kezed! Én vagyok a remény. A gyermek szeme felragyogott, mintha a gyertyát lángjon a bugott volna bennük. Megragadta a még hívó gyertyát, s lángjában új életre kellett a többi. Gyermekként keressétek a békét, a hitet, s ne tagadjátok meg mástól a szeretetet. Adventi hírnök friss.
legyen. Karácsony szent ünnepért szívemből azt kívánom, hogy...